ugyanis az nyár utolsó hétvégéjén itt rendezték meg a lóverseny és a gasztronómia szerelmeseinek a rendezvényét, a Nemzetközi Ló és Agrárversennyel párhuzamosan, meg ugyanis a második pizzakészítő fesztivál is itt volt. Ez alkalommal pedig Juhász Milán kollégám felvett egy kötényt, tésztát gyúrt és pizzát sütött. Egy csipet 60-as évek Olaszországának életérzése érinthetett meg mindenkit a hétvégén, aki a Kincsen parkba látogatott. Kovács Lázár szervezte a pizzakészítő versenyt és bajnokságot a hétvégi Food Traction. A profi kategóriában az pizzériáknak a komoly séfjei, illetve pizza jolói versenyeztek egymással, és kiosztásra került idén 2023-ban a legjobb pizzéria díj, illetve a top 10 pizzéria Budapest és vidék. A profikon kívül hobbi szakácsok is indulhattak. Kollégánk elnyerte a média külön díját, pedig épp csak 13 napja, hogy pizzát készít. Elégedett vagyok a pizzával, de sikerült már jobban is. Egyébként azt hiszem ez volt a 6. pizzám. Én egy nápolyi jellegű pizzát csináltam, tehát egy igazi vékony tésztás, bár még kóstolni nem kóstoltam, hogy mennyire roppanós, mennyire lett vékony, de úgy érzésre sikerült vékonyra. Nem jött fel eléggé az abroncs a szélén. A nyújtása tökéletes volt, a sütésnél mondtam azt, hogy a tésztakezelésnél, hogy figyeljen oda a keresztést, akkor beragassza a tésztát, próbálj ezt, hadd csinálj, egy kézzel dagasszon. 1 kg liszt, 6 deci víz, 1 g élesztő, 28 g só. Az értékelés nem akárhonnan érkezik. A zsűri elnöke a Pizza Szakács Világbajnokságra is készít fel szakácsokat. Szép volt a pizzája, finom volt, roppanos volt a tészta, nagyon finom volt, azt tudom elmondani, régettem ilyen finom pizzát. Paradicsomszósz, parmezán, pizza mozzarella, olasz kolbász és természetesen a tészta, amit már előre elkészítettek. Ezek jelentik egy jó olasz pizza alapját. De nem mindennapi feltétel is versenyeznek itt pizzák és készítőik. Itt a szarvasgombától, a mogyorótól, a körtén át, a különböző olasz sonkákon át, szóval sok minden megjelenik. Múlt hét szerdán voltam egy 6. kerületi pizzériában, ott két srác megtanított, hogyan kell nyújtani, hogyan kell a tésztát, hogyan kell behelyezni a kemencébe, úgyhogy ezúton is nagyon szépen köszönöm nekik. Egy jó pizzajolónak, azaz pizza szakácsnak elegendő 60-90 másodperc egy pizza elkészítéséhez, a nyújtástól a tálalásig. Elmondható, hogy csak az alapanyagokon múlik a minőség. A pizza készítés művészetét szeretném megmutatni mindenkinek, illetve népszerűsíteni, hiszen ez egy olyan folyamat, ez egy olyan jó kis munka, amivel tényleg nagy élményt lehet szerezni magunknak, saját magunknak is, meg a családnak is. Van mit tanulni magyaroknak, de viszont kreatív munkákban mi jobbak, mint az olaszok. Ők pedig a tésztában a legjobbak. Személyesen nagy mesterektől lehet tanulni itt a workshopon. Megmutatjuk azokat a lépéseket, azokat a fogásokat, amivel mindenkiből otthon is pizzasütő mester lehet. És hogy melyik a legfinomabb, az ízlés kérdése. Sípős szalám. Sonkás kukoricás. Gyerekek is megtanulhatták a mesterfogásokat. Ők bátran választanak különleges feltéteket. Tamás fiatal kora ellenére egy éve készít már pizzákat. Egy paradicsomszószos alapú, kétféle sajttal, egy mozzarella, meg egy füstölt sajt, és a végén pedig egy savanyított medvehagyma kaprival készült a pizza. Végén ráraktam azt a ropogós sonkát, meg a szőlőkaviárt, meg a dió. A 3 napos felhőtlen szórakozás már péntek délután elkezdődött a Kincsen parkban, közel 50 food truck kocsival. Ez a Kincsen plusz tuti, nemzetközi ló és agárverseny és food truck show, a világ egyik leghosszabb elnevezésű rendezvénye, mert ennyire szép és színes. Szerintem az időpont találó, hiszen már a családok megérkeztek, hiszen itt van az iskola, de még nem nagyon merültek bele a gyerekek, és szerencsére jó az idő is. A vasárnap záruló rendezvény után pedig vélhetően többen fogják a mélyhűtött pizza helyett kiélni kreativitásukat egy saját, friss, házi készítésű kedvenc darab elkészítésében, amivel a jövő évi versenyre akár be is nevezhetnek.